Sziasztok! Ma innen a vaskályhánk mellől jelentkezem. Itt a tavasz, a kályha megkezdte a vakációját. De hogy ne unatkozzon, arra gondoltam, hogy bevonjuk őt egy kísérletbe. Ajjá! Azt hiszem, nem vagyok egyedül azzal a gondolattal, hogy a következő jelenet már számtalan iskolában számtalanszor lejátszódott. Na, gyerekek, mi kell az égéshez, hadd halljam? Éghető anyag! Gyulladási hőmérséklet! Meg az Oxigén! Igen, valami ilyesmi. És most nézzünk egy másik kérdést. Miért készült a vaskályha? Vasból. Hát mert az nem gyúlékony anyag. Nos, a helyzet úgy áll, hogy ez valójában csak féligasság. A mi világunkban, ahol éldegélünk és többek között vaskályhákat használunk, tökéletesen igaz, hogy a vaskályha az nem gyúlékony. Ha azonban valamilyen módon szelét ejthetnénk, és rápottyanthatnánk ezt a vaskályhát a nap felszínére, gyorsabban égne el, mint hogy befejezem ezt a mondatot. Szóval, valójában minden anyag gyúlékony, csak a megfelelő körülményeket kell megteremteni hozzá. Az égés igazi két feltétele tehát az oxigén és a megfelelő hőmérséklet. Akkor most gyújtsunk alá ezeknek a papírhengereknek. Ne már, bácsi! Ne tessék viccelni! Ja, bocs. Pedagógiailag talán kicsit korrektebb így. No, akkor nézzük. Hoppá! Úgy tűnik, sikerült egy pánsípot kiégetni a papírhengerekből. Különböző hosszúságú darabok maradtak belőlük. Pedig, hát ez is köztudott, a papír jól ég. Miért nem égtek el a hengerek? Aki megfejti a papírhengerek titkát, az egyrészt egy újabb klassz kísérlet birtokába jut, amit akár otthon is kipróbálhat. Persze óvatosan egy tüzes kísérletről van szó. Másrészt pedig közelebb jut annak megértéséhez is, miért érdemes a kályhákat például vasból elkészíteni. Jó fejtörést! A megoldás végig itt volt az orrunk előtt a vaskályha, nem hiába beszéltem róla annyit. Nagyon egyszerű a dolog. Ezekben a papírhengerekbe különböző hosszúságú fém hengereket rejtettem. Amikor meggyújtottam a papírt, ennek köszönhetően ezek a fém hengerek különböző hosszúságban megúvták a papírt attól, hogy elégjen. Ez arról árulkodik, hogy a fémek jó hővezetők, azaz gyorsan, hatékonyan melegszenek föl, elvonják a hőt, például meg tudjuk így kímélni a papírt. A vaskályha esetében ez a tapasztalat arról szól, hogy milyen gyorsan, milyen hatékonyan tudunk fölmelegíteni egy szobát. Ha begyújtunk a kályhába, akkor a fém teste a kályhának gyorsan melegszik föl, és a kapott hő gyorsan tovább is adja a szoba felé. Már ennyi. Sziasztok!